a videó. Ne semmi baj. Most nyomnom kellett volna, ne haragudjon. Én már megnyomtam, lehet, hogy kétszer meg lesz. Most meg van nyomva? Igen. Na, Resenyek Péter kivitelező építész vagyok, szerbusztok. Itt, mint szaki ellenőr, jelentem meg, egy kétségbe esett megrendelő hívott ki egy dunántúli városba. Egy tetőfelújítást rendelt meg, ahol lindat cserepes lemezt terveztek föltenni a pala fedésnek a helyére. Kötöttek vele egy szerződést, amiben szerepel egy összeg, ami megítélésem szerint brutálisan túl van árazva, de ezen lépjünk is túl, hiszen van egy érvényes vállalkozói szerződés, még akkor is, hogyha egy erőteljes tévedésbe ejtés van benne, mert ennek a munkának nem ez az ára. De elfogadták, én ezt nem vitatom. Ami itt a probléma, hogy közben rálőcsöltek egy tetőszerkezet megerősítést, ami teljesen alaptalan és teljesen szakszerűtlen módon készült el, gyakorlatilag mondjuk az, hogy 14 darab 5 méteres vagy 6 méteres pallót 2,5 millió forintért akartak felerősíteni. Nyilván ezt előre nem közölték, hogy ez lesz a megerősítés, ez közben derült ki a megrendelő számára. Na, ekkor kapott észbe, megfelelő segítséget kért, illetve leállította a munkákat, de lényeg az, hogy a fél tetőt így is mondjuk azt, hogy elbarmolták, mert hát megmutatom, hogy hogyan néz ki ez a munka, és akkor mindenki csodálkozhat, hogy miket lehet manapság csinálni. Ha itt ránéztek erre a képre, akkor látjátok, hogy készült egy előtető beburkolás, ahol itt látszik, hogy kezeletlen lambériákat tettek föl, teljesen szakszerűtlenül, mert itt a szélén a víz alá folyik. Látszik, hogy egy eszméletlenül Balaton hullámosságú lemez van, keresztbe össze-vissza csavarozva. Hát a szegélyről ne is beszéljünk, ahogy ez ide rá van téve. Ugyan a lindabb lemezt azt ilyen gumialátétes csavarokkal lehet rögzíteni, de nem így. És hát egy kis kutyaullat sem így burkolunk be, hogy gyakorlatilag nem készült lécezés a lindabb lemez alá, hanem csak fel lett hányva a lemez. Csak kilóg a szélén, ennek sincsen szegélye, a víz pedig alá folyik a lambériának, így távolról hirtelen ennyi. Belülről pedig már láttátok, hogy milyen katasztrofális állapotok vannak. Hát most arról nem beszélünk, hogy a csatorna hogyan össze lett barmolva. Azt megmutatom még itt lentről, hogy mivel letaposták, így aztán úgy gondolták, hogy ilyen utólag befeszített faékekkel fogják a csatornát egyenesbe hozni. És hát ugye én most azért vagyok itt, mert az a vállalkozó állítása, hogy ez a munka kész és első osztályú, hiszen erről szerződés is van, és hogy holnap jött a további pénzért. Hát ezek olyan úri emberek, akik egészen biztos vagyok benne, hogy szép hangyával a kezükben fognak megjelenni. De hát mi nem ijedünk meg az ilyen emberektől. Mi szépen a jogszabályokkal és a megfelelő követelményekkel fogjuk őket itt várni, és majd megbeszéljük. Hát felérkezünk ide a tetőre. Látjuk azt, hogy mindenféle szeméttel tele van a csatorna, áll benne a víz, egyébként ennek a felújítása is a feladat része lett volna. Látszik az, hogy a pára, vagyis a porhó elleni fólia, az csak ide be van lógatva, és nincsen cseppentő lemez elhelyezve. Egy ilyen egyösszegű vállalás volt, amivel ez nem volt kirészletezve, de szóval ilyen munkát nem végzünk. Ez látszik, hogy itt a víz áll benne. És hát akkor nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy néz ki ez a munka. Itt már egy kicsit fosok, mert félkézzel kapaszkodok, félkézzel telefont fogok, de nem baj. Hát nézzük csak. A lindabb lemez becsületesen meg van ütve, verve. Nincs is rendesen összeillesztve. Van itt egy valami falszegélyszerű képződmény, de hogy ez nem a standard lindabb falszegés, az is egészen biztos. Itt látszik, hogy a lemezelés hogyan van kialakítva. Gyakorlatilag a lambériára ráfolyik a víz. A lambériák szemből szerintem kb. 120-as szeggel vannak felszegelve, és körül lett szegve az ablak. És itt van egy úgynevezett vakaflex szegély, hogy mostán az vakaflex vagy sem, azt nem tudom, de ez egy ilyen helyszínen hajtogatható, öntapadós valami. De most valamire való bádogos ilyet nem vesz a kezébe, vagy ha igen, akkor nem ilyen munkát végez vele. Ez a hányás és a fos között van valahol félúton, bocsánatot kérek, elragadtattam magam. Szóval elképesztő, hogy ezt valaki munkának meri nevezni 2021-ben, és ezek után arra leszek kíváncsi, hogy majd ezt a hatóságokkal hogyan tudjuk leboxolni, hogy már pedig ezért a tulajdonos nem fog többet fizetni. Elkeserítő.
Egy a szerencse, hogy még nincs teljesen kifizetve a vállalkozó, és az egyik oldal készült csak el a tetőnek, a másik nem, tehát a kárt nem kell tovább fokozni. Most arról nem beszélek, hogy ilyen életveszélyes állványon dolgoztak, és gondoljunk bele abba, hogyha innen lezuhan valaki, ne talán meghal, és tegyük fel éppen nincs bejelentve a vállalkozónál, akkor mekkora macerának van kitéve a megrendelő, aki egyébként egy írásos, pecsétes szerződést kapott, cégnévvel, majd pedig elektronikus díjbekérőt, amit elektronikusan feltételezem el is utaltak, tehát hogy eléggé szépen adnak a formára, de hát ha megnézzük, hogy itt fönt ez a cseppentő kialakítás hogy néz ki, tehát egyszerűen nem tudom elmondani, hogy ez mennyire szakszerűtlen, ezért is jöttem ide ki megnézni. Biztos, hogy sokan fogtok hívni, hogy menjek hozzátok is, de az a baj, hogy az én időm is véges, és egyszerűen ezt azért vállaltam be, mert láttam, hogy nagyon nagy a kétségbeesés. Tegyétek meg nekem azt a szívességet, hogy előre gondolkoztok, előtte kértek szakember segítséget, és ilyen hurokban ne dugjátok bele a fejeteket, mert ez valami katasztrófa. Megkérlek benneteket, hogy iratkozzatok fel a csatornára, itt alul meg tudjátok tenni, itt mutatom nektek, ott lent bizony, ott fel tudtok iratkozni. Ingyen van a csatorna, nem kérek érte pénzt. Rengeteget lehet belőle tanulni, ahogy elmondjátok, és egy nagyon jó kis közösség alakult ki, viszont az, hogyha növekszik a feliratkozóknak a száma, az a YouTube-nál egyre előbbre sorolja, egyre többet tudjátok majd látni, és remélem szép példákat is tudok mutatni, nem csak ilyen horrort. A végén majd meg fogjuk kérni az építetőt, hogy nyilatkozzon, hogy hozzájárul ennek a publikálásához. Szegény, amit lehetett megtett, de úgy tűnik, hogy nagyon átszerették volna verni. A szerencse az, hogy még időbe kapcsolt. Sziasztok, Rezsnyák Péter voltam, a szaki ellenőr. És ne feledjétek, inkább előbb, mint utóbb hívjatok. Hello!